Csapadíjós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr. Ez a Csillagpont Rádió a 103 MHz-en és benne a DVTK magazinjától csak a Diós György című műsorunkat hallják, ezúttal is 20 percben Martini Emillel. Nézzük a mai műsor rövid tartalmát. Csak a Diós György! A Vasas otthonában a Diós György, hazai égen a DVTK éges medvék, fontos győzelem Pécsett, hírek a Piros-Fehér Klub házatájáról, következzenek a részletek. Csak a Diós György! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Az OTP Bank Liga 23. fordulójában a Szusza Ferenc stadionban játszik a DVTK a Vasas ellen 17 órától, tehát adásunkkal egy időben. A televízió nem közvetíti a találkozót, online viszont látható az m4sport.hu-n. A találkozóról élő, szöveges közvetítést ad a DVTK hivatalos csatornája is, de a találkozóról majd itt a Csillagpont Rádióban is hallhatnak tudósításokat, riportokat. Csapadíjós Győr! Ma este 6:30 a DVTK jegesmedvék vendége az SC Csíkszereda jégkorong csapata lesz az Erste Liga elődöntőjének 5. mérkőzésén. A párharc állása, mint ismert, 3-1 a DVTK javára. A miskolciak szeretnék mihamarabb befejezni az elődöntőt, mivel a MAC már hétfő óta ellenfélre vár. A sorozat lezárásához minden feltétel adott. Hazai égen játszanak, a csapat önbizalmával nem szabad, hogy baj legyen, bombaerős a keret, az eltiltások lejártak, csak Ruika nincs a fedélzeten. A meccseik nagy részén ellenállhatatlanok a diósgyűriek, akkor is nyernek, ha éppen nem játszanak jól. Erőt, energiát, magabiztosságot sugároznak. Egy újabb csíkszeredai utazás pedig elég megterhelő lenne. Gyakorlatilag a meccs után azonnal kellene indulni a következő összecsapásra, ha ezúttal nem sikerülne nyerni. Alig ha járunk messze a valóságtól, ha azt állítjuk, hogy a DVTK házatáján gondolni sem akarnak egy esetleges 6. mérkőzésre. A vendégek részéről viszont nincs feladva a párharc. Győzni megyünk Miskolcra, és ezért mindent meg fogunk tenni, nyilatkozta a Csíkszered a másodedzője, Hozó Levente. Annyit mondhatok, hogy az első perctől az utolsóig keményen fogunk harcolni, küzdeni, hogy ezt a célt elérjük. A találkozóról részletes beszámolót hallhatnak majd itt a DVTK magazinban. Csapadíjós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Fantasztikus siker született a Jet Soul Liga női labdarúgó bajnokságban, és ezzel dobogón is zárta a pontvadászatot a DVTK női labdarúgó csapata, miután Győrben is győzött. Vakter Fanni duplázott a mérkőzésen, Újvári Krisztina és Olivéra Markovics is betalált, valamint Bukovszki Mónika is megszerezte első találatát az élvonalban, ezzel pedig Eto FC Győr DVTK 0-2-es félidőt követően 0-5. Fóris Sándor, a Diós Győriek mestere a találkozót követően elmondta, hogy kétségtelen, hogy a kiállítás után könnyebb helyzetbe került csapata, mert ember előnyben könnyebben tudtak letámadni, azonban a piros lap a játék része, abban a helyzetben csak így tudták megállítani a támadásukat. Kimerem mondani, hogy ezen a napon reális a gólkülönbség is. Az elmúlt 4 bajnoki mérkőzésen 24 gólt lőttünk és egyet sem kaptunk. Most jött el az a pillanat, amikor sokkal szerényebbnek kell lenni, mint valaha is voltunk. Most kell még többet dolgozni azért, hogy azokat a sikereket, amire vágyunk, el tudjuk érni. Ezekből a sikerekből erőt kell meríteni, de az nem fordulhat elő, hogy bármelyik lány többet képzeljen magáról, mint amennyi. A felsőházba jutással a bajnoki céljainkat elértük, innentől kezdve minden mérkőzés ajándék, de tovább küzdünk a bajnoki döntőért, ami már-már csoda kategória lenne újoncként, nyilatkozta Fóris Sándor az Eto FC Győr elleni 5-0-ás sikert követően. Csapadíjós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! A
Az alapszakasz utolsó előtti fordulójában 6 pontos győzelmet aratva idegenben is jobbnak bizonyult az Aluinvent TVTK női kosárlabda csapata a Peac Pécs együttesénél. A vége 76-70 a diósgyőri lányok javára. Gabriel Carrasco, a Peac vezető edzője, a találkozót követően elmondta, hogy a lepattanó csatát elvesztették, és a kispadról is kevesebb pont érkezett pénteken, mint szerették volna. Mindkét csapatnak volt esélye a győzelemre, ezúttal a vendégek, azaz a diósgyőriek örülhettek. Stefan Svitek, a diósgyőriek mestere, érthetően boldogabb volt kollégájánál, és a következőket nyilatkozta. Gratulálok a lányoknak, fontos volt, hogy megtartsuk esélyünket a negyedik helyre. Koncentráltan játszottunk, igyekeztünk megakadályozni, hogy sok támadó lepattanót szerezzen az ellenfelünk. Sok dobásunk volt, talán a legtöbb ebben a szezonban, és szerencsére ezekből fontos pontokat szereztünk. A második félidőben a védekezésünk is koncentráltabb lett, nyilatkozta a diósgyőriek mestere. A nagy rivális ZT-je ebben a fordulóban az MTK ellen simán nyert, így az utolsó kör fogja majd eldönteni a negyedik hely sorsát. Március 31-én a Beacot fogadják majd Raksányiék hazai pályán, amely találkozót megjósolni ugyan nem lehet, de hogy a piros-fehérek a favoritok, az biztos. Az Alaegerszeg a Győr otthonában fejezi be az alapszakaszt, amely kétesélyes mérkőzés. Ha ott nyer az ETE, akkor negyedik, ha nem, és a DVTK behúzza a Beac elleni találkozót, akkor a diósgyűriek végeznek előkelőbb helyen. Ez azonban még odébb van, mert mint azt híreinkben is hallani fogják, a jövő hétvégén jön a Magyar Kupa, pénteken ott a Pink ellen kezd majd a DVTK. Csak a diósgyőr! Jó a hangulat, tehát mostanság az Aluinvent DVTK-nál. Ez a mostani győzelem, de a múlt heti U18-as negyedik hely is nagy siker a piros-fehérek házatáján. A hazai rendezésű országos bajnokságon Kis Angelika volt a DVTK fiataljai között a legjobb, és aki erőteljesen dörömből is már a nagy csapat kapuján. Ezt Stefan Svitek vezetőedző is megerősítette, aki előtt nem ismeretlen természetesen Kis Angelika teljesítménye. Én nagyon örülök ennek, nagyon jól ismerem a lányokat, mert én is egy picit dolgozok velük itt-ott. Múlt éven is dolgoztam velük, azért ismerem őket, tudom, hogy mennyi munka van mögötte, tudom, hogy mennyi munka van a Geri, szóval munkak után is, vagy mögött is, mennyi dolgozott, mennyit fejlődtek ezek a lányok az utolsó két évben, és örülök nagyon ennek. Az Angi egy nagy tehetség, nagy, azt hiszem, prospekt, ami már régen Magyarországon ezen a pozíción nem volt, és örülök ennek, hogy ebben a szezonban is tudott sok meccsbe pályára lépni, fontos perceket tudott, ha is mondjam, tapasztalni ottan a pályán, és látni, hogy miről szól az a nagy kosárlabda, és nem veszett el ebbe is. Junior döntőn ez volt jó, hogy sokszor vannak fiatal játékosok, akik átmennek a felnőtt csapatba, és ott jó, elég jól játszanak is, és ha előjönnek megint a saját korosztályukba, akkor nem játszanak, nem tudnak ezt a csapatot annyira meghúzni, amennyire az edzők és a klub és mindenki gondolja, hogy meghúzzák, de ez én szerintem most Anginak az nagyon jól sikerült, hogy igazán ő volt a fontos, nagyon fontos játékos ebben a csapatban, tudott hozzátenni, tudott pontokkal, lepatanókkal, védekezéssel ezt a csapatot tovább hozni, és azért ez egy nagyon nagy pozitívum. Épp most azért ezt emlegetem, és most kaptam egy információt, nálunk a cseh válogatottban van egy nagyon tehetséges gyerek, a Veronika Voráčková, aki azt hiszem a All-Star teamben volt itten a U18-as Soproni EB-n a utolsó nyáron. Extra játékos, majdnem 190 cm-es mezőny, aki most a selejtezőnél meghatározó ember volt ott. Ő a pályára lépett, tudtunk egy picit ezt a meccset belgák ellen, amit megnyertünk, tudtuk megfordítani, és most épp kaptam az információt, hogy tegnap, hogy játszott a B csapatnál a második ligába, és hogy ott két pontot dobott, és hogy nem tudott ottan, és hogy szupersztár, úgy viselkedik, mint egy szupersztár. Szóval most lehet ez is a probléma, azért emlegetem, hogy lehet ez is a probléma, vagy aztán, ami nem probléma, ez, ami nálunk történt, hogy a Angi tudott szépen játszani a juniorba, szép, egy meghatározó ember volt ott, és segített ehhez, hogy a négy között bejutottak. Csak a diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a diósgyőr!
A női röplabda NB2 21. fordulójában Budapestre látogat a DVTK röplabda csapata. Tomas Sándor együttese a Herkules vendége lesz vasárnap délelőtt. A múlt héten elszenvedett vereséget követően igyekszünk a hétvégén javítani, kezdte esélylatolgatását Tomas Sándor a DVTK röplabda csapatának vezetőedzője. Az ötvös Debrecen elleni mérkőzésen a lányok megpróbáltak mindent, amit abban a helyzetben lehetett és amit tudtak, kihoztak a mérkőzésből. Voltak betegeink, de bízom benne, hogy a héten helyre rázódunk és teljes csapattal tudunk utazni Budapestre. A Herkules is egy hajtós, lelkes csapat, akik ellen nagyon oda kell figyelnünk idegenben ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elérni. A héten azért dolgozunk, hogy egy stabil felállással jó mérkőzést tudjunk játszani, nyilatkozta Tomas Sándor. Csapadíjós győr! Zsors Likens szövetségi kapitány leszűkítette a Kazaksztán és Skócia ellen készülő magyar válogatott keretét, amelynek továbbra is tagja Ugrai Roland a DVTK támadója. Ugrai Roland az újabb keretszűkítést is tehát sikerrel vette Zsors Likensnél. A Diósgyűriek támadója rendkívül boldog, hogy az új szövetségi kapitány is számít rá, és bár a tavasz eddig nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, reméli, hogy hamarosan elkapja majd a fonalat. A péntek délutáni edzés után szóltak a csapattársaim, hogy ott vagyok Zsors Likens listáján. Gyorsan be is kapcsoltam a telefonomat, hogy magam is meggyőződjek róla, mondta izgatottan Ugrai Roland arra kérdésre, hogy számította rá, hogy ott lesz. Reménykedtem benne, holott az új kapitány kinevezése miatt ezúttal senki sem mehetett biztosra. Én még csak 4-szer voltam tagja a nemzeti csapatnak, de a 60-70-szeres válogatottság sem jelent automatikusan meghívót. Nyilván Zsors Likensnek is megvan a maga filozófiája, elképzelése a játékról. Nem tudhattuk, ebbe ki fér bele és ki nem. Nagyon vártam már, hogy hivatalos legyen a népsor. Rendkívül boldog vagyok, hogy az új kapitány is számít rám, nyilatkozta Ugrai Roland. Eddigi teljesítményével a Diósgyűriek csatára nincs megelégedve. Mint elmondta, a tavasz eddig kevésbé sikerült, a gólok nem jöttek, és a játék sem megy úgy, mint az ősszel, de reméli, hogy hamarosan elkapja a fonalat. A Kazaksztán és Skócia elleni mérkőzésen az lesz a legfontosabb, hogy aki megkapja a bizalmat, éljen vele. A magam részéről úgy készülök, úgy megyek az edzőtáborba, hogy a legjobb teljesítményt kell nyújtanom, hiszen csak így maradhatok az együttes közelében hosszú távon, nyilatkozta Ugrai Roland. A Diósgyőriek támadójának két lehetősége is lehet pályára lépni. Március 23-án pénteken 19 órától Magyarország-Kazaksztán mérkőzést rendeznek Budapesten a Grupama Arénában, míg március 27-én kedden este 8 órától Magyarország-Skócia találkozó lesz, szintén ugyanezen a helyszínen. Csapadíjós győr! Elindult a jegyértékesítés a Női Magyar Kupa döntőjére. Kaphatók tehát már a jegyek a Killik László Női Magyar Kupa 8-at döntőjére, amelynek a Soproni Aréna ad majd otthont március 23 és 25-e között. Elkészült a program is, március 23-án pénteken délután 1 órakor kezdődik majd az Alaegerszeg-Győr találkozó, ezt követően a Cegléd-Szekszárd, majd a Peac-Pécs-Sopron, és végül 20 óra 30 perctől a Pink DVTK mérkőzéseket rendezik. Szombaton a győztesek mérkőznek meg egymással, vasárnap pedig majd következnek a helyosztók. Csapadíjós győr! Három pajzs mentális és fizikai egészségprogram címmel Felső Zsolcán vette kezdetét a DVTK ESE 12 helyszínt felölelő prevenciós célú szabadidő sport fejlesztési programja, mint arról már beszámoltunk itt a DVTK magazinban. A következő helyszínekről is essék néhány szó. Március 24-én szombaton Alsó Zsolcára érkezik a program, március 25-én vasárnap Miskolcon az Avason találkozhatnak majd a labdarúgókkal, kosarasokkal, a DVTK család tagjaival, április 2-án hétfőn Arnóton, május 27-én vasárnap Miskolcon a Lilafüredi Sport és Kalandparkban, és végül de nem utolsó sorban 2018. június 9-e szombat Bátony terenye, ahová tehát a három pajzs mentális és fizikai egészség program is eljut majd. Várnak minden érdeklődőt szeretettel! Csapadíjós győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!
Műsorunk végén pedig ajánljuk a DVTK napos oldal című legújabb műsorát, benne egy Diós Győri labdarúgó bemutatásával. Sziasztok, Florent Hassani vagyok, a DVTK játékosa. I love the ball, I love football, it's very good. Mindig szerettem a labdát, és tudtam, hogy a foci egy nagyszerű sport. Amikor gyerek voltam, el se lehetett választani a labdától. Éjjel-nappal játszottam az utcán, otthon, az iskolában, mindenhol. I start when I was 10 years old. 10 évesen kezdtem el klubban játszani. Koszovóban, a szülővárosom csapatában, az FC Vustriában. FC Vustria. I go step by step. Végigjártam az utánpótlás korosztályokat, és szépen lassan eljutottam az első csapatig. Egy év után leigazolta a Trepča Mitrovice, ahol 2 évet töltöttem. FC Trepča 89. Az előző szezonban bajnokok lettünk, megnyertük a koszovói bajnokságot, és a bajnokok ligájában is pályára léphettem. Ezt követően kerültem a DVTK csapatához. A BL első selejtező körében kiestek, de a hazai mérkőzésen Hassani betalált az ellenfél hálójába. A koszovói szuperliga legjobbjának választották. Nem fogom fel akkora sikerként, hiszen még sokat kell dolgoznom, hogy megérdemeljem az elismerést. Azt gondolom, azzal, hogy ideigazoltam, egy nagyon jó lépést tettem a fejlődésem érdekében. A DVTK egy nagyszerű csapat, és sokat kell dolgoznom, hogy hozzájárulhassak a klub sikereihez. A játékosok és az itteni emberek nagyon kedvesek. Azt hiszem, sikerült beilleszkednem. Koszovóban jobb szélsőt játszottam. Itt inkább a középpályán számítanak rám, leginkább a támadásoknál. Eleinte új volt, de sikerült megszoknom. Jól érzem magam ezen a poszton, hiszen itt tudom a legjobban kamatoztatni az ügyességem. Természetesen a gólszerzésben is jeleskednem kell. Ez pedig stílszerűen a listavezető Ferencváros ellen sikerült bizonyítani. Hassani filcet fogott, és lerajzolta nekünk a mérkőzés legemlékezetesebb pillanatait. Felejthetetlen élmény és nagyszerű érzés volt számomra, hogy a kezdő 11-ben kaptam helyet a Ferencváros ellen. Az érzés, amikor kimentünk a mérkőzés előtt, és megpillantottam a szurkolókat, valami egészen elképesztő volt. Ugrai nekem passzolta a labdát, én pedig egyből játékba hoztam Kocsist a büntető területen belül. Kocsis eperjesileg passzolt, aki lőtt, én pedig azt hittem gól lesz, de sajnos a kapus védeni tudott. A következő emlékezetes akciónk. Itt álltam, Ugrainál volt a labda, ő pedig elkezdett cselezni. Elvittek 2-3 játékos mellett, kapura tört és hirtelen eltűnt a védők között. Meg voltam győződve róla, hogy büntető fog következni, de a bíró másképp gondolta. Nagyon csalódott voltam, mert Ugrai remekül csinálta, meg lehetett volna adni szerintem. Sesztakov indult meg a bal szélen. Velának passzolt, vártam, hogy Sesztakov nekem passzoljon, de ő inkább Velát választotta, így én középre húzottam. Vártam a beadást, és bíztam benne, hogy Diego engem fog megjátszani. A beadás tökéletes volt, levettem a labdát, láttam a kapust és a védőket. Csak annyit mondtam magamban, hogy gyerünk, rúg be! Ami ezután történt, azt nehéz szavakba önteni. Az ünneplés a szurkolókkal nagyon emlékezetes pillanat volt. Ők is kellettek a gólhoz. Ezek az emberek segítenek minket minden mérkőzésen, hogy higgyünk magunkban és a győzelemben is. Természetesen velük akartam megünnepelni ezt a találatot. Ide szaladtam, Diego is velem tartott, majd jöttek a többiek is. De ne feledkezzünk meg az edző öröméről sem. Amikor a meccs után láttam a videóban, ahogyan Bódog Tamás örül a gólomnak, az egészen hihetetlen érzés volt. Nagyon örült ő is, és az egész szakmai stáb. Jó volt ezt látni. Nagy meccs volt, jó teljesítményt nyújtottunk, és végül 1-0-ás hátrányból fordítani tudtunk, és 2-1-re megnyertük a találkozót. Nagyon jó csapatunk van, amely a kupában is érdekelt. Szerintem van esélyünk megnyerni a Magyar Kupát.
A szurkolók minden meccsen ott vannak, utaznak velünk idegenbe, de a hazai meccsekre is rendre kilátogatnak. Képesek akár 2-3 órát utazni miattunk. Ez is nagy szerepet játszhat, de persze nem csak a kupában, hanem a bajnokságban is. Közel vagyunk az Európa Ligás helyezésekhez, így minden porondon meg kell állnunk a helyünket. Hinnünk kell magunkban, hogy minden meccset képesek vagyunk megnyerni. Bízom az Európa Ligás helyezésben. Csapadiós győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunk, ne feledjék, napi 3x20 percben híreket, eredményeket, tudósításokat, riportokat sugároz a Piros-Fehér Klub mindennapjaiból. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!